Tisztelt ünneplők! Most újra március van, és ha bár nincs az a kicsattanó tavasz, azért most is, mint mindig halljuk Petőfi kiáltását, világszabadság, melyben benne volt minden harcba induló álma, vágya, akarása, szabadságot minden embernek. Március 15-e azoké volt, és azoké lesz, akik vállalják a mindenkori békés forradalmat is. Mert a nemzetről, annak egységéről és jövőjéről van szó, még akkor is, ha keserű szájízzel idézzük Nagy István színészünk kabaréba nagyon jól illő szavait, miénk itt a tér, csak másra van telekelve. Egy nemzet sohasem mondhatja el, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Mert ez a megállás, az elégültség egyértelmű lenne a halállal. Igenis, hasonljuk el legalább minden március 15-én, hogy rabok legyünk vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. Mert ez a kérdés örök, és újra meg újra tőlünk függ, hogy mit válaszolunk rá. Tisztelt ünneplő székely magyarok! Csak nem fajult el még a székely vér, minden kis cseppje drága gyöngyöt érsz. Ezekkel a gondolatokkal hajtott fejed a székelység vitésére előtt 160 esztendővel ezelőtt Petőfi Sándor életének utolsó szakaszában ezt a századok távlatába is üzenő megható sorokat kicsi népünkről papírra veti. De vajon nem fajult el már a székelyvér? Vajon ma is minden cseppje drága gyöngyöt ér? A válasz nem egyértelmű. Ahelyett, hogy állandóan a Gyergyó alfalú központjában álló kőtábla üzenetét ismételgetnénk, valahányszor félelemből, gyengeségből, esetleg szolgalelkűségből megfeledkezünk a mártírköltő szavairól és az említett kőtábláról, amelyre ezt írták. Ember, vész szívedbe, hogy ez a föld mindig székely volt, és az is marad. E sorokat egymásba kapaszkodva naponta ismételgessük azért, hogy lelkünk kőtáblájába örök időre belevéssük azt, amit arról a földről vallunk, ami most is a talpunk alatt van. Thank you.
csatorna.